gondolom, hogy amiért jöttünk, részben meg tudtuk szerezni, mert úgy érkeztünk, hogy szeretnénk 3 pontot szerezni. Úgy gondolom, hogy az első fél időben benne is volt a játékunkban, másodikban már igazán nem annyira. Én azt hiszem, hogy tulajdonképpen ezzel az 1 ponttal is elégedettek lehetünk, mert ez azt jelenti, hogy már több pontot szereztünk, mint a tavalyi évben. Ez azt jelenti, hogy 5. helyen vagyunk, amit szeretnénk is a jövő héten megtartani a Paks ellen hazai környezetben, és ezzel a klub történelemben írni egy olyan pozíciót, ami még nem volt a Kisvárda életében. Én azt hiszem, hogy ezért mindent meg fognak tenni a játékosok, mint ahogy a mai mérkőzésen is. Igaz, hogy sok hívával játszottak, de én azt hiszem mind a két csapat próbálta kihozni magából a maximumot. Hát ez a maximum, ez nagyon kevésre volt elég most. Azt gondolom, hogy egy ilyen X-es meccs volt, sajnos ma nem volt benne több, talán egy kicsit hát helyzetnek nagyon nem lehet mondani, hogy nagy helyzetünk lett volna, inkább lehetőség volt mind a két fél, abban mondjuk nekünk több volt, mert volt ott az első fél a Futácsnak, a második fél időben itt volt egy a Favaromnak, mikor a Zimonyi lefejelte neki, meg a Babának volt ez a lövése itt a végén, de a játék képe alapján az X azt gondolom, hogy igazságos, az ezért ez a Kisvárda egy masszív, jó védekező csapat, tehát itt a utolsó 5 meccsükön ők rúgtak 2 gólt és 1-et kaptak. Ha a mi meccsünket nézem, akkor nekünk azért a gólkülönbségünk elég jó. A Pakson x-eltünk 1-1, és utána játszottunk egy 5-0, egy 4-1, meg most egy 0-0, tehát igazából 4 meccs alatt kaptunk 2 gólt, és rúgtunk 10-et. Úgyhogy azt gondolom, ez pozitív. Ráadásul onnét indultunk, amikor én átvettem ezt a csapatot. A 10 meccs alatt egyszer nyert az ETE, most meg 6 meccs alatt nyertünk 3-szor és 2x, tehát azt gondolom, hogy előre léptünk, és a legfontosabb cél, amit sikerült elérnünk, az a bennmaradás. Pedig nem volt egyszerű, mert a DVTK nagyon szívta magát, a Honvédnak nagyon erős kerete van, ők még versenyben vannak ügy egymással, tehát mi meg így kiszálltunk. Mi tudsz mondani a játékosoknak, mert ez igen gyenge teljesítmény volt mind a két csapatnak? Hát ezt mondtam, hogy a maximumot hozták ki magukat, de ez is kevés volt. Úgyhogy hát, én azt gondolom, hogy most nem megbántva őket, nézve a többi mérkőzést is, nagyon a bajnokság végén vannak, eléggé feszített volt a tempó ebben az évben, kevés pihenővel játszották szerda-szombattal a mérkőzést a játékosok, most nem akarom megvédeni őket, de ez is közrejátszhat abban, hogy az utolsó mérkőzéseken már nem tudnak olyan teljesítményt nyújtani, mint ami elvárható tőlük. Akárhogy is nézzük, ez nem kis dolog, és mindenki tudja, hogy például egy DVTK-ban mennyi pénzt raktak bele, milyen játékosokat igazoltak, és ha csak azt vesszük, hogy ezt a meccset itt megnyertük ellenünk, ha ne adja Isten, nem úgy jövünk ki abban a meccsben, hogy egy rossz napot fogunk ki, hanem azt ő nyerik, akkor most számoljuk ki, hogy ki van a kieső helyen. Tehát ezért mi kőkeményen megdolgoztunk azért, hogy bennmaradjunk az NB1-be, és ez sikerült. Az 5. hely mellett lehet az is motiváló erő, hogy hazai pályán ugye ismét közönség előtt játszottuk a Paksot? Természetesen, én úgy gondolom, hogy igen, mert én azt gondolom, hogy a közönség is az 5. helyet maximálisan elfogadja, mert hogy a bajnokság előtt, ahogy elindultunk, ugye a cél az volt, hogy tartsuk meg az NB1-es tagságot, és az volt a cél, ha lehet minél előbb, ez most már tulajdonképpen 5-6 hete megtörtént. Azóta nyugodtan játszhat a csapat, viszont azt kértük, hogy ez a nyugalom párosuljon azzal, hogy megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy minél több pontot szerezzünk még az utolsó mérkőzéseken. Milyen volt neked ugye először a zalaegerszegi közönség előtt edzőként? Hát megmondom őszintén, hogy az első meccs a DVTK ellen, igaz, hogy nem voltak úgy nézők, de az sokkal jobban úgy, hogy az első meccs zalaegerszegi, mint a mostani, mert nem voltak sokan, örültem a szurkolóknak, hogy itt voltak, segítettek, meg megint oda a B-közép, az kintről lehetett őket látni. Nyilván az ember szeretne bizonyítani, nekem aztán különösen, mert így elmondhatom magamról, hogy, és talán nem mondok újat, hogy itt engem lekopogom, hogy szeretnek Zalaegerszegen, és nekem ez nagyon nagy tét volt, hogy itt segíteni a klubot, az zalaegerszegi embereket, hogy maradjon benne az ETE, mert hogyha nem így lett volna, akkor én azt nem akartam egy lerombolni. 2. az edzői pályafutásom az biztos, hogy nem úgy alakulna, hogyha mondjuk nem maradunk benn, az egy fekete pont lett volna, tehát nekem különösen nagy volt a tét,
nyilván a klub volt az első, hogy maradjon benn, de nekem volt ezen kívül, tudtam, hogy mit vállalok el, és ez mennyire egy kockázatos, mert lehet, hogy nekem megtört volna a pályafutásom, ha mondjuk ez nem jön össze. És a fiam focizik, tehát én azt akartam, hogy a családom büszke legyen rám, hogy olyan eredményt érünk el. Elsősorban akartam magamnak bizonyítani, meg mindenkinek, és plusz, hogy a családom büszke legyen rám. A feleségem rengeteget segített ebbe az időszakba, ott volt végig mellettem, nem volt egy könnyű időszak, sok volt a stressz, megterhelő volt, de ott volt mellettem a családom, és mindenbe támogattak, úgyhogy így közösen, hála Isten, elmondhatjuk, hogy sikerült, úgyhogy nagyon boldog vagyok.